Kedves barátom, jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kolber István vagyok, az Új Köztársaságért Alapítvány elnöke. Köszöntök mindenkit ezen az esős szombaton, és nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a mai napon. Ez az alapítvány a DK-nak a pártalapítványa, közel egy esztendővel ezelőtt jöttünk létre, szakpolitikák kialakításával foglalkozunk, konferenciákat tartunk, képzéseket tartunk, többek között fiataloknak szóló politikai iskolát készítünk elő, és ez utóbbi keretében, a képzések keretében gondoltunk arra, hogy egy szabad egyetemi előadássorozatot indítunk, és elérkeztünk az első ilyen eseményhez, aminek a témája a nyugdíj problémák Magyarországon. Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas témát választottunk. Az időseket azért, mert éppen közelednek a nyugdíj felé, a fiatalokat talán meg azért, mert hát mégiscsak egyfajta feladat és kötelezettség nekik is részt venni ebben a dologban. A mai napra a nyugdíj kérdéseknek a kitűnő szakértőjét, Simonyi Sandrást hívtuk meg, aki egyébként, hadáruljam el, matematikus eredetileg, ezt nem nagyon szoktuk azt hiszem hallani, és az ember egy kicsit talán meg is, vagy vissza is hőköl, hogy mit is keres egy matematikus, amikor ez egy társadalompolitikai ügy és kérdés, persze közgazdás is közben a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik, tudós ember, és hogyha a cikkeit olvasok, akkor most már értem ezeket a magas, rögtű és bonyolult matematikai képleteket, mert hogy mi miatt van ott, a képletet nem nagyon értem jogászként, de most András meg fogja valószínűleg ezeket is világítani nekünk. A menetrend az lenne, hogy egy jó órás előadás, és azt követően pedig kérdés és beszélgetésre kerülne sor. András, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Mindenkinek szép délelőttet kívánok. Hát én nekem is nagy megtiszteltetés. Kicsit zavarba vagyok, mert a távirányító, hogy fog működni. Tehát lesz egy fő előadás, mondjuk 40 perc, amiben a nyugdíj problémák Magyarországon, és akkor két ráadás, 10-10 percben. Tehát a motivációkról beszélnék, hát a nyugdíjrendszer az politikailag is nagyon fontos, nyugdíjrendszerrel lehet választást nyerni, lehet választást veszíteni. Na most a nyugdíjrendszer nem tudja megjavítani a gazdaságot, nem egy katalizátor, de el tudja rontani. Ha túl nagy a nyugdíjkiadás, lehúzza az országot, fiatalok elmenekülnek. Tehát ez olyan, hogy többet tudunk ártani, mint használni, de legalább ne ártsunk. Na most az egészségügyről nem fogok beszélni, nem értek hozzá, hadd említsek egy friss Nobel-díjas tudóst, aki azt tesz, az a mottója, hogy amihez nem értek, arról nem beszélek, hát én se beszélek róla, de megjegyzem, hogy amikor én a nyugdíjasokkal szigorú vagyok esetleg, kőszívű, akkor a nyugdíjasokat elsőrendűen érintő egészségügyi kiadások növelését támogatom. És azt is megemlíteném, hogy Magyarországnak egyik specialitása ilyen-olyan oknál fogva, hogy a nyugdíj kérdések túlságosan a politika előterébe kerülnek, és ez hosszú távon nem tesz jót a nyugdíjaknak. Na most vannak az általános észrevételek, hogy amit a legtöbb ember nem ért, hogy azt gondolják, hogy ha alacsony a korhatár, és könnyű a korhatár alatt nyugdíjba menni, akkor az csökkenti a munkanélküliséget. Ez csak rövid távon igaz. A legjobb arra gondolni, hogy Franciaország az mindent megtesz azért, hogy minél korábban nyugdíjba mehessenek az emberek, 60-62 évesen, 35 órás a heti munkaidő, ezzel szemben Németország sokkal keményebb, 65 év a korhatár, hosszabb a heti munkaidő, 38 óra. Ennek ellenére Franciaországban 10%-os a munkanélküliség, Németországban 5%.
Tehát hosszú távon más dolgok mozgatják a dolgokat. Ez nagyon fontos, amikor a korhatár emelésről beszélünk. Egyszerű a magyarázat ahhoz, hogy nagyon nagyvonalú engedékeny nyugdíjrendszer működjön, nagyon nagy járulékokat kell kivetni, és akkor bizony a tőkések nem foglalkoztatják a dolgozókat. A demográfiáról nagyon keveset fogok beszélni. Mindenki tudja, hogy nagyon gyorsulni fog az elöregedés. Tehát nem az a gond, hogy az ország lakossága 50 éven belül 10 millióról 8 millióra csökken, hanem hogy a munkaképes korosztályok létszáma lecsökken, a 65 év felettiek aránya megnő, a létszáma megnő, egyre nehezebb lesz finanszírozni ezt a rendszert. Ez nem csak Magyarországon van így, de nem mindenütt van így. Igen. Na most még valami van, nem akarok nagyon politizálni, de azért megemlítem, hogy Magyarországot még egy külön átok sújtja ez az illiberális demokrácia, tehát nagyon nehéz józanul vitatkozni. A kormány nem teszi meg, ami elvárható, az államigazgatás nem teszi meg, ami elvárható, tehát nem ad ki olyan közleményt, hogy nincs a nyugdíjrendszerbe 180 milliárd többlet. Tegnap is hallom a tévében, hogy a nyugdíjkiadást 9%-nak állítja be a GDP, holott 12%, tehát játszanak a számokkal, nincs értelmes vita. Az előadás szerkezete, hogy beszélek a nyugdíjhelyzetről, a rövid távú stratégiáról, amit úgy nevezek, hogy 2018-ban, ha egy koalícióba a DK, az Együtt, az MSZP, az LMP, nem tudom még kicsoda, a MOMA de kormány tudna alakítani, jelenleg nem hiszek ebbe, akkor mit kéne azonnal csinálni, és aztán még a hosszabb távú dolgokról is beszélnék. Akkor igen. Tehát a hosszú távú stratégia, és akkor lesz a két melléklet, a nyugdíj 40, meg az SZIA hatásról. A nyugdíjhelyzet, hogy azért önkritikusan is fogok beszélni, mindig baloldali, liberális szavazó voltam, tehát különösen, hogy látom, hogy mennyire önkritikátlanul viszonyulnak egyesek az elmúlt 8 évhöz, a 2002-es, 2010-es évhöz, engedtessék meg, hogy kritikusan szóljak erről. Tehát sok szempontból rosszul kormányoztak, például a kezdő nyugdíjak nagyon elszaladtak, tehát aki 2006-ban ment nyugdíjba, az sokkal nagyobb nyugdíjat kapott, mint aki 2002-ben. Nem a inflációs hatás miatt, hanem szabályozási hatás miatt. A 13. havi nyugdíj fokozatos bevezet, a fokozatos az helyes volt, de mondjuk naponként kell, minden évben egy plusz napot kellett volna adni, és akkor, mikor 4 év múlva visszavonták volna, ugye a hitelezők hatására, akkor még csak 4 napi nyugdíjat kellett volna visszavonni, nem 4 hetit. Na most a 2008-as nemzetközi válság hatására mi egy feltételes IMF EU világban kölcsönt kaptunk. A feltételeket én nem láttam, nem voltak konkrét elvárások, de szorítani kellett a nadrágszíjon, tehát a 13. havi nyugdíjat két részletbe megszüntették, ez helyes volt, nagyon fájó volt, hogy pont a legrosszabb időpontba kellett megtenni, újabb fokozatos korhatáremelést kellett elhatározni, 62-ben még, 2012-ben még marad a 62 év, de ez csak 65 évre nőtt 2022-re. Ezt érdekes módon az Orbán is elfogadta, és vegyes indexálás helyett árindexálás van, erről egy kicsit beszélek, mert ezt nem mindenki érti, hogy lehet, hogy a legtöbb ember számára eleve ez a normális,
hogy minden évben annyi emelést kapnak, olyan százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok, hogy a álvesztes, álemelkedések miatt bekövetkezendő vesztességért kárpótolják. Ez korábban nem így volt, tehát 92 és 90 között a béreket követte az nyugdíj, ez azt jelenti, hogy először lefele mentek, aztán fölfele, és 2000 és 2010 között egy vegyes rendszer volt. Na most az Orbán-féle kétharmad csodákra volt képes, hát negatív csodák is vannak, tehát a magánnyugdíj rendszert államosították. Na most én bevallom, hogy nem voltam híve a magánnyugdíj rendszernek, de ez most nem is érdekes. Volt valami 98 és 2010 között, megszűnt. Na most ez látszólagos megtakarítást hozott. Nem kellett fizetni az államnak azt a látszólag kieső járulékot, amit ez a rendszer okozott. Tehát a jelenlegi 2,4%-os költségvetési hiány, az valójában, ha lenne magánnyugdíjrendszer, vagy előzetes megtakarítás, akkor az 3,8 lenne, tehát itt egy optikai csalódás van, plusz a Orbán kormány egy egyszeri, a GDP 9%-át kitevő zsákmányra tett szert, amiből ő ezt azt csinálhatta, többek között az én jövedelem adómat is csökkentette, ezt valamennyire kárpótolta, hogy a legszegényebbnek a jövedelem adóját növelte. Na most az, amit nem értenek az emberek, hogy itt nem arról van szó, hogy megtakarítottak valamit, ezt a magánnyugdíj megszüntetése miatt kieső dolgok, eleve az állam hosszú távú adósságait, kötelezettségeit 5%-kal növelte, ezzel még számolni kell. Na most még valami, már kicsit közeledek a jelenhöz, hogy valaki bemesélte Orbánnak, sejtem is, hogy ki, de hát nincs jogom elmondani, egy hasonlóan kis ember, mint én, hogy paraszt vakításként ígérje meg, hogy minden nő, akinek 40 éves jogviszonya van, az teljes nyugdíjat kap, és ezt bevezették, sokkal nagyobb a kiadás, mint gondolták. Ezzel párhuzamosan erről nem beszélnek, ezt csak azért csinálták, hogy elleplezzék azt, hogy megszüntették a korhatár alatti nyugdíjakat, és a rokkantsági nyugdíjat is nagyon megszigorították. Na most, jogos vagy jogtalan reakció, hogy a szakszervezetek az MSZP és a Jobbik támogatásával népszavazást kérnek, hogy a nő 40-et terjesszék ki férfi 40-re is. Az AB, állami, az Alkotmánybíróság ezt elkaszálta. Erről később részletesen beszélek, most csak annyit mondanék, én örülök, hogy elkaszálták ezt a butaságot, én ezt butaságnak tartom, és az MSZP-t megmenti egy nagy szégyentől. Az nem is képzelhető el, hogy ezt a népszavazást meg lehetett volna nyerni. Erről megint nem beszélnek. Ha a Fidesz kiadja a híveinek, hogy ne menjetek el szavazni, akkor ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, 4 millió igen szavazat kell, ami elképzelhetetlen. Hogy a Jobbik is hoz 2 millió szavazót, meg a baloldal is 2-t, ez elképzelhetetlen. Az igaz, hogyha csak 2 millió igen szavazat elhangzott volna, az nagy szégyen lett volna Orbánnak, de nem éri meg ez a szégyen. Na most még valami, a korhatár feletti nyugdíj, hogy nagyon fontos lenne, hogy rugalmas legyen a korhatár, ne csak lefele, hanem fölfele is. Ez az államigazgatásban meg van tiltva. Én egy kivétel vagyok, mint oktató, kutató. Na most még valami van, amiről megint nem beszélek sokat, ez inkább az elmúlt években volt nagyon fontos,
hogy bármi eszébe jut Orbánnak, hogy finanszírozni kéne, akkor nyugdíjkasszát csapolja meg. Például a legutóbbi dolog, hogy a három gyerekesek, akiknek nem volt együttes 600 ezer forint havi bruttó jövedelme, hogy ők is tudjanak élni eléggé ezzel a havi majdnem 100 ezer forintos adókedvezménnyel, ők ezt igénybe vehették a nyugdíj rovására is, tehát valami teljes katyvasz van, hogy nem nyugdíjkiadásokat nyugdíjjárulékból fedeznek, nyugdíjkiadásokat pedig más forrásokból, tehát senki nem ismeri ki magát ezen, ezzel is szakítani kéne. Na most, az SZIA reform, itt csak arról beszélnek, hogy a magas járulékkulcsok megszűntek, a 40%, de arról nem beszélnek, hogy az alacsonyabb jövedelmek adómentessége megszűnt. Ez önmagában is káros, és érinti a nyugdíjarányokat, erről beszélek később. Na most ez az a következménye, hogy csökkent az alacsony, és nőtt a magas, kérem, a keresetűek nettó bruttó kereset aránya, tehát a mindenki a bruttó keresete után fizet járulékot, és mindenki a nettó keresete után kap nyugdíjat, tehát ez nekünk, magas jövedelműeknek önmagába emeli a nyugdíját, és nektek, szegényeknek meg csökkenti. Tehát ez egy nagyon szegény ellenes intézkedés, de ezt a legtöbb ember nem látja át. Na most, egy nagyon népszerűtlen dolgot mondok most. Ez a nyugdíjak túlindexálása, ami 2013 és 2015 között következett be. Mi ez a túlindexálás? A törvény az azt mondja, hogy minden év elején az évi várható infláció mértékében kell a nyugdíjakat emelni, ez az indexálás, és ha kevéssé emelik, az infláció magasabb, mint gondolták, akkor ki kell egészíteni novemberbe visszamenőleg. Na most hogy nem, én ebben nem látok bele, 2013-ban 3%-kal fölüllőtték az inflációt, 2014-ben 2-vel, és idén talán 1-jel, ezt összeadjuk, ez 7%, tehát az átlag nyugdíj, bármilyen kellemetlen ezt hang, itt azért többségében nyugdíjasok élnek, én még nem vagyok nyugdíjas, a nyugdíja emelések reál értéke nagyobb volt 7%-kal, mint a szint lett volna. Na most ez nagyon egyenlőtlenül osztott meg, az a nyugdíjas, ilyen is van, akinek olajjal, gázzal fűtött, zárt uszodája van, az nagyon sokat kaszált, abból sok energiát használt föl, nagyon sokat nyert az energiaár csökkenésén. Az a koldus, aki lopott fával fűt, az semmit nem nyert ezen. Tehát ez nagyon egyenlőtlenül oszlott meg, és emellett olyan is van, hogy én mondjuk átlagosan autózom, nem vagyok nyugdíjas, mindegy, de én élvezem most az alacsony benzinárat, aki otthon ül és a tévét nézi, az nem érzi. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. Na most ez a túlköltekezés, ez fölöttünk van, ez nem elhanyagolható. Na most kell szólni a kivándorlásról, hogy ennek azért van előnye, nem csak hátránya, van az az előnye, hogy egy relatív tőkebőség támad, nem kell új gyárakat építeni, mert ott vannak a gyárak a munkaerőnek, relatív lakásbőség van, de az a hátránya, hogy járulékfizetők kiesnek, talán 300, nincs fél millió ember, az hülyeség, de mondjuk 300 ezer ember már nem fizet járulékot, miből fizetik az önök nyugdíját majd, és plusz hiányoznak az egészségügyi dolgozók. Na most, a közmunka elterjedése az is inkább rossz, mint jó. Van, akinek jó, nem azt mondom, de inkább rossz.
Különösen hát az a legfelháborítóbb, mikor elbocsájtanak egy iskolai pedelust, és visszafoglalkoztatják 20-30%-kal kisebb bérért. De ez is, tehát az, hogy a kormányfő előmel állni egy olyan sületlenséggel, hogy 2018-ban megszünteti a munkanélküliséget, hát akkor a kapun belüli munkanélküliség jut eszünk be a Kádár rendszerből. Na most, egy tévhit, amiről már beszéltem, amivel a MSOS elnöke érvel, hogy hatalmas többlet van a nyugdíjrendszerben, hát erről szó sincs, ez csak egy ilyen optikai, amihöz én a KSH évkönyvéből hozzáfértem, hogy 2016-ban, a 13-ban nyugdíjbiztosítási alap bevétele fillérről annyi volt, mint a kiadása, és sokkal magasabb, mint amiket ők mondanak. Ez a nyugdíjbiztosítási alap, de a teljes kiadás az több mint 10%-kal magasabb ennél, 15%-kal magasabb. Nem tudom, hogy mi van két szám, ez is ilyen habony műveknél készült valószínű. Na most, amit fölírok, hogy a nyugdíjkiadások aránya nő az elmúlt 15 évben, lesz egy táblázat, tehát a kiadás osztva a nemzeti jövedelemmel, az 2000-ben még csak 9% volt, tavaly előtt már majdnem 12% volt, ezzel a rekorderek között vagyunk, és a helyettesítési arány, tehát hogy a nyugdíj a nettó havi bérnek hány százaléka, az is 60%-ról majdnem 70%-ra nőtt, tehát ebből is előbb-utóbb vissza kell vágni. Na, tehát elmondtam a nyugdíjhelyzetet, szerintem már beszéltem 25 percet, na most beszélek a rövidtávú stratégiáról. Hát az első az, hogy azonnal más, az első 100 napban, hanem nem lehet év közben, nem lehet költségvetést módosítani, tehát vissza kell térni a normalitáshoz, hogy legyen egy minimális korhatár, egy átlagos, általános korhatár, és egy maximális korhatár. A minimális, most 2019-ben képzelem magamat, 4 évre előre vagyunk, mondjuk legyen a minimális korhatár 61 év, 64 év az általános, ez Orbán is így gondolja, és mondjuk a maximális, hát ez most mélypont 67 kell-e, vagy nem kell, ezen lehet vitatkozni. Na most jelenleg a szolgálati évek száma cikcakosan növeli a nyugdíjat, hát ezt ki kéne egyenesíteni, ez csak egy technikai dolog, de nagyon zavaró. Le kéne zárni a 40 éves női kedvezményt, erről beszélek részletesen. Na most egy technikai dolgot mondanék, ami látszólag ártalmatlan, de semmi se ártalmatlan. Teszek egy kitérőt. Hogyha nekem a kocsim hibátlan, csak az indexlámpám nem működik, és én indexálok, de azt hiszem, hogy látják, hogy fordulok, de nem látják, indexelek, bocsánat, akkor meghalhatok, mert a szembejövő autó nekem jön. Tehát mi a nyugdíjrendszerben sok fontos tényező van, nem csak egy van. Ez a járulékplafon, ez azt jelenti, hogy én csak egy összegig havi 620 ezer forintig kell, 660 ezer forintig kellett befizetnem járulékot, és fölötte nem is kapok járadékot se. Na most ezt a rövid távú szempontok alapján a Matolcsi úr megszüntette. Most ezzel rövid távon évi 50 milliárd forintot nyert, de hosszú távon lehet, hogy 100 milliárdot veszít, azért, mert a magasabb keresetű emberek tovább élnek, tehát ez nem egyenlítődik ki. Rövid távú stratégia második oldal, a rokkantsági nyugdíjat humanizálni kéne, ehhez nem értek, de fontos. Na most a magánnyugdíj pénztárokban megmaradt 75 ezer fő,
jogait életbe kell tartani, ha még lesznek. Tehát egyáltalán nincs megoldva ez a kérdés, hogy hogy kapnak nyugdíjat, milyen életjáradék, de erről nem kell sokat beszélni. De vannak illúzió, Orbán Viktor nagyszerű illúzionista, és 2010-ben keltett egy illúziót, aminek a baloldalon sokan még ma is áldozatai. Tehát azt hiszik, elhitték azt a sületlenséget, hogy majd a nyugdíj, a TB, a létrehozandó egyéni TB számlán lesz egy külön A oldal, hogy hagyományos TB, meg B oldal, hogy mennyit fizetett be a magánnyugdíj pénztárba, és azt visszaengedte. Hát ha csak arra gondolunk, hogy fölvették az emberek a reálhozamot, nem is keveset, 200 milliárd forintot, ezzel betemették a saját magánnyugdíj jogosultságukat, ezt felejtsük el. Na most, egy nagyon veszélyes dolgot mondok, hogy ha komolyan vesszük ezt a 7% többletet, akkor ezt rendezni illene, és például én nem vagyok híve az egységes összegű emelésnek, sokan hívei, de például lehet, hogy 2019-ben úgy lehetne valamit javítani azon, hogy egy szerény, egyösszegű emelés lenne, és akkor az valamennyire korrigálná a igazságtalanságokat, hasonlóan, mint 2002-ben a 19 ezer forint. Hosszú távú stratégia. Hát persze hosszú távon, ugye a Keynesnek volt egy híres mondása, hogy hosszú távon mindannyian halottak vagyunk, ez azt jelenti, hogy rövid távon kell cselekedni. Na, itt azt mondanám, hogy nem szép, hogy a kollégákat szidalmazom, de tulajdonképpen kritizálom, hogy jellemző, hogy Orbán Viktor megtiltott minden nyilvános nyugdíjvitát. Van egy gumicsont, amin lehet vitatkozni, hogy a gyerek számtól hogyan függjön a nyugdíj 20 év múlva. Hát erre szoktuk azt a viccet mondani, a bátyám itt ülő ezt ismeri, mondjuk 55-ből, hogy miért lesz a kommunizmusban minden szovjet állampolgárnak helikoptere, János, tudod, hogyha Novosibirskbe szappantoztanak, akkor Moszkvából oda lehessen repülni. Na, hát szóval, tehát, hogy ezzel nem is kell komolyan foglalkozni. Az igaz, hogy meg kell, segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül. A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani, most nagyon rossz előjáték volt ebben az irányban, de szerintem a bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem. Na most valami technikai dolgot is mondanék, de nagyon óvatosan, hogy sokan a mai rendszert rosszabbnak tartják, amilyen. Elég jó ez a mai rendszer, olyan technikailag. A fő előnye az, hogy nem csak a legutolsó 3 vagy 5 évet veszi figyelembe, hanem most már 88-tól minden évet figyelembe vesz, és ez aztán lassan el fogja élni a teljes pályát, ez a helyes, ez különben megint a szegényeknek kedvez, akiknek is a gazdagoknak állt, mert a szegényeknek lassabban nő a jövedelme, mint egy gazdag embernek. Például én ugye kezdtem egy tanársegédként, mondjuk most már egyetemi professzor vagyok, akkor magasabb, nekem beleszámítana egy jó rendszerben nem csak a 88-szor számított fizetés, amikor már professzor voltam, vagy annak megfelelő, hanem a 70-es tanársegédi fizetés, az a helyes. De sokat beszélnek, hogy eszmei számla, pontrendszer, a mi szintünkön ez közömbös, nem ez a fontos. Az a fontos, de még valami van, az alapnyugdíj, ez egy elsőrendű politikai dolog, és sajnos egyesek a mi térfelünkön is hajlandók ezt támogatni. Most mi az alapnyugdíj nagyon egyszerűen, hogy legyen a következő? Igen, tehát jelenleg rászorultsági nyugdíj van.
van egy szégyenletesen alacsony 28.500 forintos minimál nyugdíj, és ha valakinek van 20 év szolgálati ideje, de a nyugdíj olyan kicsi volt a jövedelme valahogy, akkor kiegészítik erre a 28.500-ra. Ez egy lényegtelen dolog. Ennek a fő hatása az, hogy egy csomó dolog, csomó társadalmi juttatás, aminek semmi köze nincs a nyugdíjhoz, a minimál nyugdíjhoz van kötve teljesen hibásan, és azáltal, hogy a minimál nyugdíj be van fagyasztva, azok a dolgok is be vannak fagyasztva. Na most van egy népszerű alternatíva, az alapnyugdíj. Na most az csak úgy lehet értelmezni, hogy nagyon nagy mértékben kéne az átlag fölötti nyugdíjakat csökkenteni, és nagyon nagy mértékben kéne az átlag alattiakat növelni, de sokkal többen vannak az átlag alattiak, mint a fölöttiek, tehát az átlag alattiak kevesebb emelést kapnának. Következő, na most van annál egy kifinomultabb rendszer, én ezt támogatnám, Svédországban, Nagy-Britanniában ezt használják. A nyugdíj jóváírás, ami olyan, mint az adó jóváírás volt, hogy először tényleg lehet 40.000 forintot odaadni valakinek ingyen, de aztán ahogy emelkedik, egy képzeletben megyünk a népesség szerencsésebb részei felé, már 80.000 forint nyugdíj fölött már semmit se kapjon valaki. Tehát, hogy fokozatosan kell a támogatást visszavonni. Következő, igen. Na most a létről is beszélnék. Itt a lét az becsületes baloldali naív embereknek az ötlete volt. Megdicsérem a baloldali pártokat, hogy nem álltak mellé. Egy nagyon egyszerű dolgot mondanék, hogy csak a nyugdíjra leszűkítve ez minden 50.000 forint alatti nyugdíjat 50.000-re emelne. Az 50.000 fölötti nyugdíjakkal semmit se csinálna, ezért téves az elnevezés, hogy ez alapnyugdíj, ez is egy rászorultsági nyugdíj. Na most vegyünk két nyugdíjast, az egyiknek 30.000 forint a nyugdíja, a másiknak 49.000 forint. Az egyik, mind a kettőnek kiegészítek, nyugdíját 50-50 ezeren, hihetetlen elégedetlenség lenne. Ezt nem is értem, hogy ezt hogy gondolják. A másik, hogy nagyon rossz az ösztönző hatása, mert valaki tudja, hogy ő, ha megfeszíti az elejét, akkor is csak 49.000 forint lenne a havi nyugdíja, leáll, mert helyből megkapja az 50.000-et. Tehát ez nem jó. Következő, na még most így általánosabban beszélnék, hogy ki kéne alakítani egy olyan automatizmust, ami a rendszert fenntarthatóvá teszi, tehát korlátozza felülről, de elégségessé teszi, tehát emeli alulról. A kulcskérdés, ebbe egyetértés van a kollégák között, hogy az általános korhatárt emelni kell, ugye 62-ről 65-re, de legyen, ez ne egy görbe legyen, hanem egy emelkedő sáv legyen, tehát legyen alatta is, fölötte is hely. És a következő, ha még van, igen. Na most még valami, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárakról is szeretnék beszélni. Jelenleg ez a gazdagok adómenedéke, ehelyett a kis nyugdíjaknak a kiegészítés kéne szolgálnia, tehát nem akarok túl sok számot mondani, jelenleg, ha én évi 2 millió forintot befizetek összesen három forrásban, mert már három önkéntes nyugdíjpénztár van, csak az egyiket hívják úgy, a másik nyugdíjbiztosítás, a harmadik nyugdíj előszámla, akkor a 2 millió forintos évi befizetésemet az állam 400.000 forinttal támogatja. Én ezt agybajnak tartom. Olyan kéne, hogy minél több embert kéne afele lögdösni, hogy tegyen félre 10.000 forintot havonta, és azt az állam egészítse ki 5.000 forintra. Egy 50.000 forintos nyugdíjnál plusz 30.000 forintra számítana. Na, most akkor ez volt a fő előadás, 35 perc alatt elmondtam.
Most lenne két mellékelőadás, de azok sokkal rövidebbek lennének, de nem ilyen általános. Tehát most a merev vagy rugalmas nyugdíjrendszer, erről beszélnék, akkor tessék léptetni. Igen, tehát van ez a népszavazási kezdeményezés, ami most megbukott, de a bárki ilyen baloldali párt, vagy jobboldali párt, akár Jobbik, beteheti a 2018-as választási programjába, tehát érdemes megmondani, hogy ez mély butaság. Az AB elutasította, igen, na most valami bizonyos tényeket el akarnék mondani, a szolgálati idő és a nyugdíj életkor kapcsolat. Nyugdíj életkornak nevezem azt, hogy hány éves volt az illető, amikor nyugdíjba ment. Azért nem azt mondom, hogy nyugdíjazási életkor, mert nem mindenkit nyugdíjaztak, van, aki saját maga ment el. Na most, és egyszerű számolásokban mutatom meg a merev és a rugalmas nyugdíjak közötti különbséget. Én a rugalmasnak vagyok a híve. És következtetések. Na most a népszavazás, a Fidesz bevezette, kicsit ismétlek elnézést, a Fidesz bevezette 2011-ben a nők 40-et. Ez, amit én parasztvakításnak hívok. Igen, megszüntette mind a csökkentett, mind a csökkentés nélküli előre hozott nyugdíjat. Most ez is jellemző a magyar nyilvános közgondolkodási szintre, hogy rajtam kívül, most itt népszerűsítem magamat, senki nem használja a korrekt, szabatos kifejezést, hanem korengedményes és korkedvezményes nyugdíjról beszélnek, ami csak egy nagyon kis szelete. Ez olyan dolog, mintha én a kis növésűek helyett törpékről beszélnék. Egy 170 centi magas férfi az nem törpe, az alacsony növésű. Na most a Jobbik és az MSZP támogatja ezt a népszavazási kezdeményezést, csak az együtt állt ki a javaslat ellen, a DK legalább hallgat, az is valami. Igen, na most új eljárásra kötelezik a kúriát, most hadd említsem meg, anélkül, hogy jogász lennék, szerintem az alaptörvényben van valami nagy hiba, hogy nem lenne szabad, hogy két legmagasabb szintű bíróság közül az egyik ítéletét a másik megsemmisítse. Mindegy, hogy én a AB-val értek egyet konkrétan, de ez egy hibás konstrukció. Na, most miért van majdnem minden országban csökkentett, előrehozott nyugdíj? Következő. Azért, mert ez a jó a dolgozónak, és ez a jó a társadalomnak. Tehát a lényege, hogy aki az általános korhatáron vonul vissza, ez nem kötelező korhatár, az megkapja az úgynevezett teljes nyugdíjat, ami mondjuk 40 éves szolgálati idő esetén a nettó bérének, hogy van számítva, azt most hagyjuk, a 80%-a. Na most, aki korábban vonul vissza, vagy későbben, mint az általános korhatár, annak csökkentik, illetve növelik a nyugdíj. Na most néhány számot mondanék, hogy a korhatárok hogyan emelkedtek. Hát 96-ban még szégyenletesen alacsony volt, 55 év, és 2009-62-re emelkedett, a férfiaknál 60-ról 62-re, két évente egy év. Aztán most mutatom, hogy hogyan emelkedik mindenki számára 63, 64-65, kihagyom az átmeneti éveket, elég bonyolult. Na most, amikor ezt eltervezték, akkor volt egy minimális korhatár, és a fölött volt egy előrehozott nyugdíj. Na most, önkritikusan meg, már úgy mondom, hogy önkritikusan, hogy az Antal kormány, a Horn kormány, az első Orbán kormány, és a elmúlt 8 év, 2002-2010, Medgyessy, Gyurcsány 1, Gyurcsány 2, túl enyhén büntette az előrehozott korhatárt. Ezzel alá megásta a sírját is, ha úgy tetszik,
Tehát túl könnyű volt nyugdíjba menni, ez hiba volt, és ezt valamilyen ok miatt Orbán Viktor szereti a katonás dolgokat. Emlékszünk rá, hogy a gáton, hogy milyen katonással lépdelt gumicsizmábát, akkor azt mondta, hogy az egész rendszert megszüntetem. Nem érdekli, hogy ilyen sehol másút nincs. Na most azt akarom megmutatni, hogy egy hihetetlen zavart keltett ez a rendszer, mert az évente nyugdíjba vonulók átlagos életkora és a létszáma teljesen szeszélyesen változott. Tehát mutatom a végleteket, hogy mikor bevezették a nők 2011-ben 85 ezer fő ment nyugdíjba, az átlagos életkoruk 58,5 év volt, ebben a nők 40, az elhanyagolható mennyiség, 55 ezer fő volt, átlagos életkor 57,6 év. Még valakit mondok, amiért megsajnálnák ezeket a nőket, az átlagos nyugdíjuk magasabb volt, mint a többieké. Nem kell őket sajnálni. Hogy nem szorultak segítségre. Férfi 2014-ben alig ment valaki nyugdíjba. 15 ezer fő. Na, itt egy részletesebb szám, hogy kaotikusan ingadoznak a létszámok. Ez a frissen nyugdíjazott nők, a következő tábla, következő, az a frissen nyugdíjazott férfiak, hát az is, igen. Na most még tények, hát ezt talán hagyjuk ki, jó? Én akkor ezt lekeverem, igen. Hát még ez talán, hogy a nyugdíj életkor szolgálati idő, hogy a 35 és 39 év körüli szolgálati idő, hogy hány ezre mentek nyugdíjba, és a hosszabb szolgálati idővel, és akkor, hogy milyen nyugdíjat kaptak a következő táblázatban, azt lehet látni, hogy aki 60 évesen ment nyugdíjba, az a rövid szolgálati idővel szinte fele annyi nyugdíjat kapott a 39 év szolgálati időre, mint a másik akár a 40-re. Tehát nagyon igazságtalan. Merev vagy rugalmas rendszer, nem most már, ja igen, a legtöbb országban a TB nyugdíjrendszer rugalmas, még a kemény szívűségéről híres USA-ban is, csak a legjobb 35 év számít, tehát nincs további jutalmazás. A minimális szolgálati idő 10 év, általános korhatár 66 év, a minimális korhatár 4 évvel rövidebb, tehát az USA-ban jelenleg rövidebb, fiatalabban nyugdíjba lehet menni, mint Magyarországon. A málusz, a büntetés 8 év, tehát 32%-ról lemond valaki a teljes nyugdíjának élete végéig, aki elmegy korábban nyugdíjba. Én ezt túlzottnak tartom, de nem az én dolgom. Következő. Magyarországon hogy milyen a nyugalmas nyugdíj képlete, hogy van a nyugdíj, van egy 2%-os szorzó szolgálati idő, és akkor még be van szorozva 1 plusz 0,03 szorozva, hogy a nyugdíj életkor az mennyivel marad el a 62 évtől, és akkor még a nettó bérrel van szorozva. Mutatok egy számpéldát, hogyha valaki 61 évesen megy nyugdíjba 39 szolgálati évvel, akkor az 75%-ot kap, 76-ot, és a következő, ha 58 évvel megy nyugdíj, 58 évesen megy nyugdíjba, hála Orbán Viktor kegyének, 40 éves szolgálattal, akkor egy korrekt rendszerben 70%-ot kapna. Ezzel szemben a merev rendszerben az első nullát kap, a második 80%-ot. Abszurdum. Azt hiszem itt lekeverem, jó? És még hagyjuk ezt, igen, és akkor még ezt is hagyjuk, ugorjunk, következtetések. A merev nyugdíjrendszer nem hatékony és nem méltányos. A rugalmas nyugdíjrendszer megfelelő paraméterértékekkel, tehát nem olyan szigorú, mint az USA, de nem is ilyen végletes, mint a magyar, ötvözi a hatékonyságot és a méltányosságot.
Csak ezen érdemes vitatkozni. Na, most még egy utolsó, ez az SZJA, erről egy kicsit beszélnék. Akkor lehet a léptetni. Tehát ismétlem egy kicsit magam, de jobban kifejtem, hogy a nyugdíjjárulék az a bruttó bérrel arányos. Mind a világon mindenütt, de a nyugdíj, maga a járadék, az pedig a nettó bérrel. Ez nem biztos, hogy helyes, így van. Na most, ha higgyék el nekem, hogyha a nyugdíj, hogyha az SZIA kulcs tegyük fel, hogy egységes, és 3% ponttal csökkentjük, tehát 19-ről 16-ra, akkor, hogy egyensúly legyen, a járulékot meg kéne emelni 1% ponttal, tehát 34-ről 35-re. Tehát nem ingyen van. Na most, ha keresettől is függ ez a változás, hogy nálunk függ, hogy alacsonyabb keresetűeknek nőtt a terhelése, magasabb keresetűeknek csökken, akkor meg sokkal bonyolultabb. Na most magyar adatok, hogy mondjuk a kiveszek tetszés szerint két küszöbértéket, az évi 2 millió forintot és az évi 6 millió forintot. Tehát vannak a kiskeresetűek évi 2 millió alatt, a közepes keresetűek 2 és 6 között, és a magas keresetek 6 millió forint. Akkor fontos, hogy a népességből ezek hogy részesednek, 68, 28 és 4%. Na most a csoport átlagbér, tehát hogyha mindenki a csoporton belül azonosat keresne, akkor 1,3 milliárd millió forint, 4,5 millió forint, 19,5 millió, az lehet, hogy nagy, nem tudom. Igen, na most lehet számolni, hogy egy sávos kulcs legyen 3 sáv. Mert az MSZP-t akarom most bírálni, és burkoltan a DK-t is, csak azt burkoltan. Tehát a Fidesz 2016-ra egységesen 15%-os kulcsot irányoz elő, mind a 3 kategóriába. Világos, hogy az átlagos kulcs az 15%. Az MSZP, ami 5-10-15%-ot akart nyáron, teljesen azért, hogy az a progresszív kulcs, azt hiszik, hogy minél több kulcs van, annál progresszívebb. Az egységes kulcs 8,3%. Na most az persze nagyon jó, ha nekem nem kell fizetni, csak amikor én megyek, az unokámat egy jó iskolába akarom küldeni, akkor látom, hogy hoppá, az iskola nagyon rossz, mert azt az SZIA-ból fizetik. Na most a gyáva reform az 15-15-20%-os reformot mond, az fölvinné majdnem 16%-ra az átlagos SZIA kulcsot, ez az idei kulcs. Egy kicsit bátrabb, az 10-20-30%-ot mondana. Vigyázzunk, a 30%-nál is csak a felső 30%, az alsó itt is 10, az 16,7% átlagos kulcsot mond. Hát az inkább vállalható, az igazi megoldás az meghaladja a szellemi képességeimet. Ott az alsó jövedelmeket mentesíteni kell, de a felső, tehát aki már felső kategóriába esik, annak nem szabad 10%-ot fizetni az alsó után se, hanem mondjuk legalább 20-at, akkor ez az átlag, ez lehet, hogy 18%-ra kijön. Na most én itt nyugdíjokról beszélek, csak elsütöttem ezt az SZIA-t, mert ez egy elsőrangú politikai kérdés. Most azt mondom, hogy van minimál kereset, átlag kereset, maximális kereset, akkor most 3 példát számítok ki, hogy 2010-es SZIA mellett 2015-ös SZIA, de felteszem, hogy azért ne bonyolódjak bele nagyon, hogy a 2010-es 40 évig érvényes lett volna, akkor milyen nyugdíj lett volna, ha 2015-ös 40 évig érvényes lenne, milyen nyugdíj, tudjuk, hogy már jövőre se érvényes. Ez csak azért, hogy egyszerű legyen számolni, és a nettó bérnek van egy degressziója,
Tehát ez is egy szabályozásiba, amit meg kell szüntetni, hogy kérem a következőt, hogy 372 és 421 ez havi szám. Ha valakinek ennyi a nettó keresete, életpálya alap, ez nagyon magas, annak csak a 90%-át írják jóvá annak az összegnek, és a 421 ezer forint fölötti nettóra meg csak 80%-ot írnak jóvá. Na most fölteszem azért, hogy ne bolonduljak meg, hogy ezeket a sávokat, ezeket az állam évente emeli az infláció arányába. Nem emeli, de az egyszerűség kedvéért tegyük föl. És akkor kijön az, hogy a plafont veszem most, hogy a évi nettó, tehát akinek 476 ezer forint havi nettója volt, az nagyon magas, annak csak 460 ezer forint számít. Tehát nem érdemes egy ilyen bonyolult rendszert működtetni azért, hogy 16 ezer forintot, néhány 3%-ot levegyek valamiből. Ez egy elfuserált rendszer, de több ilyen van. Most akkor elkezdek számolni, hogy mi történik. Mindjárt befejezem. Két lényeges dolog van, hogy a nyugdíj és a bruttó kereset aránya teljesen megbomlott. Ez most is érvényes, hogy a minimális keresetnél 66% volt a nettó nyug, nettó bruttó, az átlagnál 55 és a maximumnál 52% volt, ez lement 52-re egységesen. A második, hogy a nyugdíj reál értékenél, a hipotetikus képzeletbeli számításnál a minimum és az átlag nyugdíj a stagnálna, de a maximális nyugdíj 26%-kal nőne csak a nettó jövedelem, a nettó, az SZIA változtatása miatt, tehát ezzel valamit kell csinálni, és itt be is fejezem. Köszönöm a türelmet.